Szüknek bizonyult az Agóra kávézója, annyian voltak kíváncsiak az új lapszám bemutatójára. Jász Attila főszerkesztő sem győzte sorolni, hogy mi minden vár az új forrás olvasóira. Hát egy lap életében egyszer 45 éves, ami majdnem olyan, mintha 50 lenne, de ez egy jó korszak, egy aktív korszak, és nem akartunk nagyon nagy ünnepséget csinálni, csak ilyen kis finom, finom kis pici jelzésszerű valamit, és úgy időzítettük, hogy a könyveinkből az 50. könyv is most jelenik meg, és hogy ne annyira magunkat ünnepeljük, mert hogy ez így van. Annak idején 69-ben két forrás antológia, illetve folyóirat indult el ugyanazon a néven, és a tatabányaik bírták kevésbé tartani a prontot, így a kecskemétiek nyertek, és ők maradtak forrás, a tatabányai pedig új forrás lett. És hát erre a gesztusra építettünk, meghívtuk a forrás folyóirat főszerkesztőjét, szerkesztőjét és Kossuth Díjas költőjét, Buda Ferencet. Ők a vendégek. A testvérlap Kecskeméti Forrás szerkesztősége volt az egyik vendége az estnek. A lap főszerkesztőjét a kezdetekről kérdeztük. Teljesen ugyanazzal a névvel jelent meg a két folyóirat 69 márciusában. Mindkét lapot forrásnak nevezték. Én csak a legendáját ismerem. Kecskeméti nézőpontból azt tudom, hogy levelezés kezdődött a két szerkesztőség között, és aztán a tatabányai lap lett az új forrás. A kecskeméti forrás pedig maradt forrás. Egyébként az együttműködés az a két lap közt azóta is megvan, ha lehet így mondani. Tehát az új forrás szerkesztői Monostori Imre, Jász Attila, Sűrűn publikálnak a forrásban, és a forrás munkatársai is az új forrásban. Ha vannak keveredések 10 évente egyszer, hogy mondjuk egy nagy szerző, mondjuk Mészői Miklós vagy Ady Endre küldött valakinek írást, akkor mi kicseréljük. Mert az közben kiderül, hogy mint ahogy megbeszéltük, küldöm a... És akkor tudták, hogy ez nem az övéké, vagy nem a miénké. Szóval, de ez 10 évente egyszer van ilyen. Az 50. kötetnek a szerzője, szintén egy főszerkesztő, a Győri Műhelynek a főszerkesztője, kitűnő költő, Villányi László. És akkor már adódott, hogy hozzunk két remek zenészt, egy arablantos, egy udos fiút, meg egy klasszikus gitáros fiút, és a Neszmélyi borászok pedig itt vannak adva a környéken, és a 6 legjobb borászt kértük meg, hogy támogassanak minket a boraikkal.